Idén is figyelemfelhívó útjára indult a Látni és Látszani országos kampány, amelyhez a Heves megyei Baleset Megelőzési Bizottság is csatlakozott. A program céljairól, illetve eddigi eredményeiről beszélgetünk a folytatásban Soltész Bálinttal, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével, aki ismét két keréken érkezett a stúdiónkba, tehát Bálintról elmondhatjuk, hogy ki van a két kereke. Szia Bálinnék, hagyok egy kis időt, hogy leülj, de közben feltesz az első kérdésemet, hogy beszéljünk a kampány eddigi elemeiről, hol történtek ellenőrzések, és elsősorban mire figyeltetek? Jó estét, sziasztok még egyszer. Próbálok szusszanásnyi időt nyerni, mert ez izgalmasabb volt, mint beszélgetni veletek. Igen, úgyhogy bevallom őszintén, izgultam itt a kerékpározás miatt. De nagyon jó voltál. Köszönöm szépen. Mi pedig, bocsánat, elmondom gyorsan, hogy ne gondolnak semmi rosszat a kedves nézők, hogy nem átöltöztünk, hanem felvettük ezt az úgynevezett, én neveztem el, láthatósági előkét Petrával, majd erről is beszélgetünk. Így van, tehát ugye a Látni és Látszani kampány már mondhatjuk, hogy évtizedek óta tartó országos balesetmegőrzési országos akció. Idén október 25-én kezdődött, és egészen december 10-ig tart. Ugye itt nagyon sok eleme van, ugye múlt héten már volt, ugye itt a szomszédban gyakorlatilag a Light Friday külön egynapos akciónk, ahol hasonló felszereléseket ugye 100%-ban leértékeltük, ugye, hogy ezeken a napokon szokása, ezeket az eszközöket is az érdeklődőknek osztottuk. Többek között ezt a láthatósági előkét, ez lett az új neve. Előkelő. De nagyon tetszik, igen. Lámpát, ugye ahogy a korábbi években hasonlóan kerékpárosoknak lámpát, itt ugye leginkább ugye a gyalogosokkal találkoztunk nyilván a bevásárlóközpontban, de szintén nagyon fontos, hogy ők is megfelelő kivilágítással, fényvisszaverő ruházattal vegyenek részt a közlekedésben, korosztálytól függetlenül. Autósokat is szoktatok ellenőrizni, ott mire figyeltek leginkább? Ugye a kampány neve is ugye a Látni és Látszani, ugye ez már visszatérő elem évek óta ebben a programban, ugye optikusok, illetve autószerelő műhelyek is csatlakoznak, ahol ingyenesen a gépjárművezetők megvizsgáltathatják a gépjárművének a fényszóróját, illetve a szélvédőnek a sértetlenségét, illetve a saját látásukat is, ugye, hogy nyilván nagyon fontos, hogy lássunk is megfelelően ahhoz, hogy ugye, aki felöltözött, azt ugye észre is vegyük a fényvisszaverő ruházatában. Tehát ezeket mindenféleképpen érdemes ilyenkor megnézetni egy ilyen őszi-téli felkészülési időszak részeként. Az a tapasztalatunk egyébként, hogy egyre inkább részt vesznek ebben az autósok, és saját jó felfogott érdekükben is valóban átnézik a gépjárműveket is, illetve a látásukat is egyre többen ellenőrzik. És általánosságban rendben találtátok az autókat, meg autósokat? Igen, ugye ez is egy része ennek a programnak. Nem esélyed el, hogy engem megállítottatok, nem vicceltem. De majd a csekk, nem tudom, hogy megérkezett-e majd is. Mert majd megfog. Jaj, de jó. Nem, hál' Istennek az a tapasztalatunk, hogy felkészülten érkeznek már ezekre a egyébként előre meghirdetett ellenőrzésekre az autósok. Tehát nyilvánvalóan már olyan jön arra, aki egyébként is fogékony erre és komolyan veszi ezt a felkészülést. De egyébként az a tapasztalatunk, hogy kisebb hiányosságoktól eltekintve mindenki felkészült. Ami még talán hiányosságként említhető meg, mert most ebben a mostani meleg őszi időjárásban még ugye nem feltétlenül lenne még, vagy indokolt ugye a téli guminak a megléte, még nagyon sok gépjárművezető még nem cseréltette át, hiszen még nincs is tartós a 6 fok alatt, tehát ez még most nem mondhatnánk még hibának, talán holnaptól már lehet, hogy fog kelleni, de most még. És mikortól érdemes egyébként lecserélni? A szakemberek azt mondják, hogy a 6 fok tartós a napi átlag hőmérséklet, akkor alatta érdemes felszereltetni. Lehet, hogy már holnaptól az lesz, de ugye ezt törvénye nem írja elő. És az őszi, ebben a lucskós párás időben hogyan csökken, vagy hogyan változik a féktávolság? Nyilván valahogy mondani is, hogy természetesen megnövekszik, és ami azon túl ugye megnövekszik a fékút, a csúszós, vizes, nedves úttesten, falevelekre peregnek, tehát egy nagyon csúszós is. A reakció időnk is csökkent azáltal, ugye, hogy egy bízunk benne, hogy nem azért, mert rossz a látásunk, de bepárásodott a szélvédő, később veszünk észre. Egy nem kivilágított gyalogos, tehát összetevődnek azok az apró-apró tényezők, ami adott esetben tragédiához is vezethetnek. Ebben az évben is volt már olyan, hogy gyalogos ért halálos közlekedési baleset. Sokan bíznak a téli gumiban, hogy akkor álltak, ugyanúgy mehetek, mint nyáron, hiszen van téli gumim, de azért ez nem teljesen igaz. Így van. Hiszen azért csak jobban csúszik meg, amit említettem, azért látni még mindig nem úgy fogunk. Sajnos látni olyan autósokat, akik elindulás előtt pici, mondhatni lőrésnek kaparnak a szélvédőn is úgy indulnak el, tehát mondanom csak, hogy ez is életveszélyes helyzeteket hozhat el. Mindenféleképpen úgy induljunk el, hogy szálljunk rá azt a plusz 4-5 percet indulás előtt, hogy
páratlanítsuk, jégtelenítsük a szélvédőt is, csak így induljunk el. Számos lehetőségük van a kerékpárosoknak, ugye itt is látszódik az asztal, hogy nagyon sok mindent hoztál. Mik a tapasztalatok, miket láttak a kerékpárutakon, vagy akár a közúton, mennyire vannak kivilágítva a biciklisek? Hát bízunk abban, hogy ez az évek óta tartó kerékpár, illetve a látni és látszani kampány részeként egyre kevesebb kerékpárosra találkozunk, akinek nincsen megfelelő felszerelése. Nyilvánvalóan mindig találkozunk olyannal, akinek valamilyen apró részlet hiányzik, ez leginkább arra jellemző, akik kifejezetten inkább sportolási célra használják a kerékpárokat. Bár ott is jellemző, hogy azért valamilyen kisebb lámpát leszerelhető, felcsatintható felszereléseket felraknak, amikor azzal közlekednek. Viszont ugye nem lenne szabad elfelejteni, hogy a ruházaton is kell lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok között vagy éjszaka valamilyen fényvisszaverő ruházatot vagy más eszközt, tehát a ruházaton is elhelyezni. Itt például a bukós isakon is elég egyébként, akkor az már teljesen szabályos a kerékpáron lévőkön túl. Tehát nagyon fontos odafigyelni, hogy mindenki hazaérjen. Tehát ezt igazán nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni. Valaki elmegy akár gyalogosan, ugye futásról is beszélgettünk itt korábban, érjen épségben haza. Igen, akkor fog beépülni a sportnak az eredménye is, hogyha életben marad. Így van. Mi az alap kellék, tár, amit a bicikliseknek, rollereseknek javasolsz, akkor esetleg be is lehet mutatni ezeket a tárgyakat most? Igen, ugye a kerékpáron ugye egyszerűbb a helyzet, ugye ott a kereszt egyértelműen leírja a kötelező tartozékokat. Bízok benne, hogy minden rajta, majd a természetesen rendben van minden. Ugye a fényvisszaverő prizmák ugye legalább egy keréken lennie kell a kerékpáron. Előre fehér fényt adó, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa, hátul ugye piros fényt adó, csengő, két kerékre különható fék. És igazából ezek azok a felszerelések, amik kötelezőek. Nyilvánvalóan ugye a láthatóságot biztosító ruházatot szintén érdemes használni. A bukós isak ugye nem előírás, de erősen ajánlott, hogy akkor azért használjuk, vagy meglegyen. Itt ugye itt is vannak különböző kerékpáros felszerelések, itt van, mert beszéltünk, talán ez lenne még, ami mondhatni, hogy már eléggé elterjedtek ezek a ilyen karkötők is, vagy karpántok. Ez például a futóknak is nagyon ajánlott, hiszen a kerékpár úton futva úgy érezzük, hogy mi látunk, akkor valószínűleg látnak minket, ez ugye elég téves biztonságérzet. Egy ilyet mindenféleképpen érdemes karra, bokára felszerelni. Cipőfűzőre köthető, nagyon sokféle van már ezekből, hogy biztonságosan hazaérjenek, ha már erről beszéltünk, akkor a futásról is. Tehát arra is kell gondolni, hogy gyalogosként is ugye mindenféleképpen megfeleljünk ezeknek a feltételeknek. Mik a leggyakoribb hibák, amit mondjuk elfelejtenek a biciklisek, hogy nagyjából rendben van minden, de mondjuk egy pont hiányzik. Mi szokott lenni ez a pont? Hát a kötelező felszerelések közül nem tudnánk kiemelni olyat, ami jellemzően az hiányzik. Ami talán nincs annyira elterjedve a köztudatban, de hál' Istennek nagyon ritka, hogy ebből lenne baleset is. Ugye az, hogy kerékpározásra alkalmas állapotban kell kerékpárra ülni. Tehát gyakorlatilag az alkoholfogyasztásra gondolok, igazándiból kerékpározni sem lenne szabad alkoholfogyasztás után. Itt ugye nincsen határérték megadva, de kerékpározásra alkalmas állapotban kell ráülni. Tehát ha mondjuk egy baleset tehát okoz vagy szenved, akkor itt azért az ő felelőssége ilyen tekintetben is felmerülhet. Ezt azért szokták elfelejteni kerékpárosok. Visszatérve a futókra, én nagyon sokat szoktam kerékpározni kerékpárúton, és tényleg azt szoktam tapasztalni, hogy jönnek futók, de teljesen kivilágítatlanul, úgyhogy alig veszem észre őket, csak már nagyon közel, ugye. Illetve nem tudom, szerintem talán érdemes lenne akár a kutyasétáltatóknak is akár a... Igen, ezt végtelenül sorolhatnánk. Világító kutyanyakörvet is ugye láthatunk, ha az utcán találkoztunk ilyen kutya mellénykék is vannak, ilyen kutya. Majd ennek is akkor egy új nevet kell ki. Nem gondolkozom. Lehet, hogy az van rajtunk. Ez a kutyáknak való pont. Nem. Igen, egyébként, tehát személyes tapasztalatom, amikor a reggel pont én is egy futóval találkoztam a városban, egy teljesen fekete felszerelésben futott. Ha magára ismer, akkor innen üzenem neki, hogy látogasson meg, és szívesen adunk neki egy ilyen fényvisszaverő karpátot, mert nagyon veszélyes volt, hogy az útes szélén futott egy teljesen sötét ruházatban egy fiatalember. De a kerékpár úton is nagyon veszélyes lehet egyébként, tehát ezen tényleg nem újon, hogy egy akármit magunkra aggatunk is, és biztonsággal, vagy már mondtam, hogy hazaérjünk, mert szerintem ez a legfontosabb.
És a futóknak szánt kifejezetten technikai ruházat, ugye azokon is vannak ilyen kis fény visszaverő kis bélyegek, vagy most tudom micsodák, azok mondjuk mennyire láthatóak, vagy mennyire biztosítanak az adott sportolónak láthatóságot? Elegendő ez, vagy mindenféleképpen vegyenek fel még plusz dolgokat? Hát a jogszabály előírásnak már nyilvánvalóan megfelelnek. Hát érdemes kipróbálni, hogy ha mondjuk egy autós rávilágít, akkor már ezek a fényvisszaverő csíkok azért jól látszódnak messziről. De ne adj Isten, egy olyan együttállás következik be, hogy jön egy olyan kerékpáros fele szemben, akinek mondjuk első lámpája nincsen, és nem fogják egymást látni. De akár egy kerékpáros és egy futó is összeütközik, már abból is lehetnek. Jön a karácsony, szóval a karácsonyfa égőket kell én magunkra tekerni, vagy a bicikli küllőkre. Úgyhogy valami mindenféleképpen érdemes, ugye több esetben a kötelező is ezeket felszerelni és használni. Tehát ezek a fényvisszaverő sárga mellények is egyébként, még ez is tapasztalt, szerintem találkozott mindenki annal a utcán, hogy egy ilyen hamis biztonságérzetként felveszi magára a sárga mellényt, és ugye ezeknek a leírásában is van, hogy hány mosást bírnak ki abban a megfelelő minőségben, hogy még visszaverjék a fényt. Egy ilyen több százszor kimosott sárga mellény már nem biztosítja azt a biztonságot, amit... Nekem is ez jutott eszembe. Akkor ezt az előkét nem fogjuk kimosni Petrával soha. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük.